Indulj! Lefuss! Hátra! És a jól nevelt kutya első szóra le is ült. Ez egy olyan vezényszó, amelyet minden gazdinak használni, és minden kutyának értenie kellene. Többek között ezt is megtanulhatjuk majd a gazdi jogsi képzésen. Maximálisan támogatom azt, hogy valami legyen. Tehát, hogy mielőtt valaki kutyához jut, vagy miután megvan neki, együtt csináljanak egy olyan típusú, akár egy alapképzést, amivel tudja ő kezelni, illetve kapjon egy olyan ismeretanyagot, ami segíti őt abban, hogy megfelelő módon tudja tartani a kutyáját, ismerje annak a biológiai működését, a szükségleteit, mind mentális, mind testi alapon, és hogy ezeket tudják együtt teljesíteni. A tapasztalatok szerint sokaknál az információ és a tudás hiánya okozza azt, hogy nem megfelelően tartják haszon vagy házi állataikat. Ez a kutyatartóknál különösen szembetűnő probléma lehet, körükben évek óta növekvő igény, hogy legyen könnyen hozzáférhető vizsga. Szükség az nagyon nagy lenne rá. Igény is egyre nagyobb a gazdák részéről azért, hogy ők tudják működtetni a kutyájukat, ezt nagyon csúnya szóval mondva. Viszont az, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gazda és a kutya között legyen meg az a kontakt, az a kapcsolat, amivel tudja irányítani a gazdát, ezáltal csökkenthetővé válik az esetleges konfliktus helyzet a kutyát tartókkal és a kutyát nem tartókkal szemben, illetve egy sokkal élhetőbb, jobb élete van mind a gazdának, mind a kutyának, aztán együtt is. A témával a szakhatóságok is egyre aktívabban foglalkoznak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiadásában 2018-ban megjelent a Kutyakötelesség című kiadvány, amely a kutyatartás jogi hátterét vizsgálja. Ennek egy következő lépcsője ez a Gazdi Jogsi nevezetű projekt, amely most kapott zöld utat, amelynek az a célja, hogy azok a már aktív vagy jövőbeni kutyatulajdonosok, akik szeretnék tudni azokat az alapismereteket, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy kutyát felelősen tudjunk tartani, azok hozzájussanak ezekhez az információkhoz. Terveink szerint ez egy önkéntesen elvégezhető online képzés lenne, ami várhatóan az ősz folyamán fog majd indulni, de kell lenne tagadni, hogy hosszú távú terveink között szerepel az is, hogy ezen képzés esetleges kötelező elvégzése legyen mondjuk az előfeltétele a jövőben annak, hogy valaki kutyát vegyen, vagy kutyát fogadjon örökbe. A tananyag a kutya kiválasztásától kezdve számos dolgot tartalmaz majd. Rögtön az első kérdés az lesz, hogy a gazdi alkalmas-e kutyatartásra, figyelembe véve az ehhez szükséges időt, felkészültséget és kompromisszumkészséget. Egy kutya ugyanis akár két évtizedre is társunkká válhat. Az élettani, anatómiai alapismeretek mellett tápanyag szükségletről és viselkedési sajátosságokról is lehet majd tanulni. Illetve egy nagyon hasznos blokkja lesz az anagnak a kutyakiképzéssel kapcsolatos alapvető ismeretek átadása, amelyet videó filmek segítségével próbálunk majd közvetíteni. Itt az a cél, hogy a kutya is elsajátítsa azokat a legalapvetőbb viselkedés, illetve nevelési dolgokat, amelyek a harmonikus együttélést fogják majd segíteni. És természetesen lesz szó nyilván a kutyatartás jogi hátteréről, a közreműködő hatóságokról, és számos egyéb olyan dologról, amely a kutyatartás során fölmerülhet. A gazdi jogsi képzés egyenlőre önkéntes és online formában fog megvalósulni, a tervek szerint szeptembertől. A képzés befejeztével pedig bizonyítványt is kap majd a gazdi.